Város Önkormányzata, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ és az Alapfokú Művészeti Iskola nevében szeretettel köszöntöm Önöket a 40. Békés Tarvasi Zenei Napok vonószenekari táborának záró hangversenyét. Mint már hosszú évek óta, idén is a Békési Alapfokú Művészeti Iskola adott helyt a Bagoly László művészeti vezető közreműködésével szervezett Békés Tarvasi Zenei Napok keretében a vonószenekari tábornak. Ez alkalommal Szegedről, Budapestről, Debrecenből, Borosházáról, Hódmezővásárhelyről, Bajáról, Kisújszánásról, Nyíregyházáról érkeztek az ifjú muzsikusok. A sok tehetséges résztvevő napi programját elsősorban a szakmai munka töltötte ki, szólampróbák, zenekari összpróbák, egyéni hegedű, cselló és kamarazenei órák, melyeket a tábor tanárai, művésztanárai vezettek. Szeretném bemutatni őket. Esdobos Márta, a művészeti tudományok doktora, Artisius díjas hegedű művész, kurzusvezető, a Szegedi Tudomány Egyetem zeneművészeti karának docense. Már 24. alkalommal vesz részt a tábori munkában. Pontosan tartja a tehetségek felkarolását, pályára irányítását. Emellett aktív előadó művészi tevékenységet is folytat, szólistaként és kamaramuzsikusként. Több hazai és nemzetközi kurzus vezetője és versenyek zsűri tagja. Növendékei különféle versenyeken elért előkelő eredményei fémjelzik tanárunk kiemelkedő szakmai és pedagógiai tevékenységét. Munkáját hálásan köszönjük. Előtt Bernadett Svájcból, Lozánból érkezett. Szívügyének tekinti a zenei napokat, a vonósáborban nagy lehetőséget lát a tehetséges gyerekek felkarolására. A Helvécia Hungária Társaság kulturális elnökeként és a Lüti városában megrendezésre kerülő Bach koncert sorozat művészeti igazgatójaként idén is jelentős mértékben 2000 svájci frankkal támogatta a tábor munkáját, vezette az első hegedűsök szólampróbáit, és szokás szerint nagyon sok kamarazenei kottát hozott magával. A hét folyamán a vezetésével kidolgozott darabok is bekerültek a házi hangverseny somai záró koncert műsorába. Köszönet a munkájáért, további jó egészséget, fiatalos lendületet kívánunk, sok irányú tevékenységére. László Borbonka művész művésztanár, aki 1996 óta a Magyar Állami Operaház zenekarának szóló cserlistája, és emellett már évek óta tanít a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karán cellótárgyat is. Pontosan tartja a kamarazenélést az ifjúság zenei nevelésében, valamint a saját szólista tevékenységéből nyert tapasztalatok átadását. Véleménye szerint ez a tábor kiváló lehetőséget nyújt a fiatal cserlistáknál felmerülő hangszeres problémák megismerésére és orvoslására. Köszönöm a tanárnak szájáért! A zenekari szólamok betanítása igényes és fontos szakmai munkát igényel, meghatározó része a művek végleges megszólaltatásának. Ez a feladat az idén Bánfi Ingrid és Sándor Otto nevéhez fűződik, akik táborvezetőként is tevékenykedtek. Az intenzív szakmai munka mellett fontosnak tartják a közösséget formáló együttét és a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltését. Az ő munkájukat is köszönet életi. A tábor ideje alatt a növendékek zongora kíséretét Nátor Éva, valamint Rázka Áron zongora művészet látták el. Színvonalas munkájukkal nagyban hozzájárultak a házi hangversenyek és a tegnapi gyulai koncert sikeréhez, melynek a Nádi Boldogasszony plébánia templom adott helyet. Köszönjük a korepetitorok munkáját! Régi ismerősként köszönhetjük a budapesti Dohnányi Szimfonikus Zenekar karmesterét, Werner Gábort, akinek a keze alatt az elmúlt néhány nap során ismét egy nagyszerű zenekar formálódott. Hangszeres muzsikusként zenei elképzeléseit egy-egy zenei megoldást a hangszerén is bemutatva adták az ifjú muzsikusoknak. Szerinte fontos a jó társaság, az őszinte muzsikálás, az emberség és egymásra való odafigyelés.
Úgy érzi, hogy ebben a táborban mindezekben része lehet. Abban a reményben köszönjük meg munkáját, hogy jövőre is viszont láthatjuk a tábor karmesterként. Kedves vendégeink! Táborzáró hangversenyünk első részében szólistákat és kamarzenei csoportokat hallhatnak. Az est során zongorán közreműködik Rászka Áron. Mozart születésének 260. évfordulóját ünnepeljük idén, ezért mai gála hangversenyünkön több Mozartú is elhangzik, így módon emlékezve meg a világhírű zeneszerzőről. Kezdésként Szokolai Sándor tanúsi fanfárját hallhatták a Békési Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és volt növendékeinek előadásában, majd pedig Mozart Bécsi Szonatinák című zongora sorozat 6. darabjának átiratát a helyzetű kórustól Esdobos Márta vezetésével. Sas Nelly, a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 3. évfolyamos egyedül és magánének szakos növendéke. Mozart az Áruhás kertészlány című operájában egy részletet, Szandina áriáját hallhatják, fogadják nagy tapssal Sas Nelly. Thank you.
első év folyamát fejezte be dr. Erzsdobos Márta tanárnő növendékeként. Nemrégiben a Temesváron megrendezett nemzetközi hegedű versenyen első díjat kapott. Mozart Dédú rondóját adja elő, tehát Bentő Katalin hegedű. Pózó Árpád, Fodor Bonita és Bentő Katalin hegedő. Nagy tapsot nekik is. Thank you.
kiemelt vívódiával büszkélkedhet. Hopper tarantelláját halljuk, tehát Pelle Fanni Csáron fog előadni. Thank you.
következő tanévtől a Budapesti Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatója lesz. A közelmúltban az országos Bartók-dúó versenyen első helyezést ért el. Laló, Svajon szimfónia első tételét halljuk tehát, Pap Benyámintól hegedűn. Thank you.
Thank you.
Szemináriumában tanult 2 éves mesterképzés keretében Sebestyén Katalin tanárnőnél. Az Ágrábi Nemzetközi Verseny nagydíjasa. Vörösmári Ibolya Mázi Erzsébet díjas társaművész. A Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és ezzel egyidejűleg Hollandiában is tanult. Mesterei a Berlini Filharmonikusok szólóbrácsása, a vonosából egykori résztvevője Szűcs Máté, valamint a koncert Jelom zenekar szólóbrácsása Christian Weidhorn. A most következő művet az előbb Bernadett által szervezett Lütri Bach Fesztiválon játszották 1 hónappal ezelőtt. Handel, Halvorzen, Passataia című művét halljuk, előadja Vörösmári Márton hegedű és Vörösmári Ibolya játszán. Thank you.
Thank you.
Thank you.